Sziasztok! Ez itt újra egy lejátszási lista rovat bemutató videó, és ezúttal a Baldur's Gate Enhanced Edition tudom be nektek, amelyet 2-3 éve játszottam végig körülbelül. A frissítése az még mondjuk tavaly volt utoljára, de ha jól emlékszem, 18 körül vettem ki, de mondjuk mindjárt meg is tudjuk nézni igazából. Nem, 17-től 18-ig szerintem, igen. 2017-18-ig. Ez az egyik legklasszikusabb, klasszikus CRPG szerepjáték. Az igazi régi típusú ódivatusokak számára manapság RPG-k egyik alapköve. A BioWare-től, amikor még igazán jó játékokat csinált, és ennek volt egy felújított Enhanced Edition felújítása és javítása is valamilyen szinten 2012-ben vagy 2013-ban. 12-ben azt hiszem. És akkor ezt én nagyon olcsón, ilyen nem is tudom, 7-8 euróért talán, még annyi se volt, de tudtam szeretni a Steven annó akkoriban, kicsivel később a megjelenés után. És hát a Steamen nyomtam ki. Végig régi emlékeket újra előhoztam, nagyon régen játszottam ezzel meg a másik részsel, még a 2000-es évek elején. No hát, vegyük végig, ugye van beutató is a játékról, meg ugye itt van a végigjátszás, tehát sokat nem fogok már pofázni róla. A lényeg az, hogy a legelején az első videóban van egy karakter építést láthattok, vagy alakítást, illetve a játék egyik első főhelyszínével, Gyertyavárral ismerkedhettek meg, Candlekeep-el, ahol ugye a főhősünk gyakorlatilag elindul kalandjaira, és ami egy nagyon fontos hely, annyira, hogy még a játék legvégén is visszatér, illetve látomásokban többször is, sőt, még azt hiszem a Baldur's Gate 2-ben is volt látomásokban, vagy álmokban. És hát itt megismerik Gorájront, úgymond, hát a nevelő apánkat, mint kiderül. Aztán később kiderül, hogy ki az igazi apánk, ez az egyik nagy ugye, twistje, fordulata a játéknak, amiről igazából az egész szágát, vagy ságát elnevezték. Amit most nem fogok elmondani, mert lehet, hogy valakinek ez spoiler lenne, bár viszonylag az elején ki fogjátok deríteni, mikor az hát, ott a másik, harmadik videónkban gyakorlatilag ez már szerintem előjön. A másik videóban ugye kimegyünk a vadonba, a Gyertyaváron túl, és nem is térhetünk már vissza jó ideig Gyertyavárba egyébként. Már először lezárják azt, hogy egy eléggé nagy tragédia okán is, ami szinte a kapujuk előtt történik, amiben mi is részben benne vagyunk, legalábbis Gorájon biztosan, és mi is valamilyen szinten legalábbis kapcsolódunk hozzá. Aztán a baráti kevel fogadóba megyünk, ami az egyik leghíresebb fogadó ott a környéken, és ez egy szintén egy év iránt emlékezetes helyszín lesz itt Gyertyavár után. Majdnem ugyanakkora méretű az egész helyszín egyébként maga Gyertyavár. Elég durva és hatalmas ez a fogadó, jó pár szintes. Bár mondjuk ez annyira a játékban ennek ennél belülről a belső szintereken nem látszik. Uramú, de kint hatalmas, meg a képen is láthatjátok, ami a fogadóról van itt a harmadik videónál. Aztán a negyedik videó az egy eléggé vicces videó volt, ott is igazából így a vadonba kalandoztunk, ha jól emlékszem. És egy nem váltó övet találta, meg egyéb érdekességeket is. Eléggé vicces volt. A játék néha szeret humorizálni egyéb iránt. Az Ice Windir azt hiszem annyira talán nem humoros, mint a Baldur's Gate. Pedig az egy akciódiusabb játék, ahol lehetne néha egy sorosokat elpuffogtatni, de ezt nem tették meg, inkább a komoly akcióra mentek rá. Itt viszont, mivel ez egy párbeszéd alapú játék, azért eléggé sokszor humorizálnak a készítők. Az ötödik videóban megismerjük Beregoszt városát, ami szintén elég nagy város, nem mondom azt, hogy a játék legnagyobb város, ami az maga Baldur's Gate, de hát legalább van akkora, sőt, mint Gyertyavár. És itt elég új információkat tudunk meg, így a játék fővonaláról, illetve elég nagy mellékületés vonalakról is, ami hát egy ideig el fog kísérni minket. Majd van a farkasok és tolvajok, hatodik rész, amiben ugye tolvajokkal és farkasokkal fogunk foglalkozni és harcolni. Aztán a fránya, baziliszkusok és pókok, itt értelmszerűen ugyanezt vesszük csak ezekkel a lényekkel. Aztán megismerjük Nashkel városát, ami ha jól emlékszem bányával is kapcsolatos, ami egy fontos részét fogja képezni a játék bizonyos részének. Ilyen egy bánya körül nyomozás. És hát itt elindul igazából ez a vonal, ami ezzel a bányával kapcsolatos. Ez egy eléggé hosszú küldetés száll. Aztán most nem emlékszem, már valamennyire a főküldéshez is kapcsolódik, de mellékszállakat is megnyit. Aztán káosz mindenütt, az arra utal,
az a rész, hogy ott fősztorúba eljutunk egy olyan pontra, ahol kiderül, hogy a helyzet hát veszélyesebb, mint gondoltuk, illetve kaotikusabb az egész környékre nézve, meg hát ránk is. Ez a bazilány baziliszkuszok, az egy eléggé nehézkes harcot ír le. Kalandozás tökéletesen, ez igazából egy olyan videó volt, ha jól lesz, ahol minden olyan kedvünk szerint és gyorsan történt, egy órán belül elég sok mindent meg tudtunk csinálni. Aztán van a durva orkok és erős szellem, itt értelemszerűen orkokkal harcoltunk, ha jól emlékszem. Karparti élményekben pedig eljutottunk a karpartra, konkrétan a tengerparti részekre. Utána pedig ugye Nazca bányái következtek, ami gyakorlatilag, vagy bányája, bocsánat, ami folytatja gyakorlatilag a Nazca városai. Van látott, városában látott vonalat. Aztán a Ulcaster iskola, vízmosás törzs, ez is egy érdekes epizód volt, ahogy megismertek az Ulcaster iskolát, illetve a vízmosás törzset. A Tűzvor híd, ez egy különálló ilyen területrész volt, amit így hívtam, ezt jártuk be. Aztán Adolik konklávéja szintén egy különálló helyszín. Van ilyen a Durlák tornya, ami hasonlóan a Pirates of Eternity-be és a Tyranny-ben látható módon egy hosszadalmasabb helyszín rész volt, a alsó, felső egyes szintekkel. Aztán ezt később folyamatosan folytattuk, mert ugye nem tudtuk tovább vinni egy bizonyos pont után, mert annyira magas szintet képviselt, és annyira magas szintet igényelt a karakterek tekintetében. Aztán erdőségekben antibanditáztunk, itt egy ilyen nagyobb banditát kellett leverni, aztán az folytatódott igazából a Bandita Tábor című, illetve kulminálódott is Bandita Tábor című videóban, vagy itt a Rejtegerdő első másik rész, ez egy komplexebb, nagyobb területrész volt, majd a rejtegerdei bányákba tértünk át. De gyakorlatilag mondhatnánk, hogy ez a harmadik része volt a rejtekerdőnek. Aztán Ulgat szakálára, ez egy Ulgatnak a nem tudom, hogy pont így volt a helyszín neve, de is egy ilyen konkrét helyszín. Majd jött a BG város, tehát a Baldur's Gate városa, ez egy eléggé hosszú rész, hogy ezt láthatjátok. Egy különböző negyedek vannak, volt, amit egy videóval volt, amit két videóval tudtam megoldani. A csatornákat is tekinthetjük egy még különálló negyednek. Szóval itt a Baldurán szigete, ahol egy pillanatra nem meg is kellett állnom, mert valahol elakadtam valami bugba, és nagyon nehezen tudtam csak tovább vinni a játékot. Aztán elmenekültünk a szigetről, ugyanis ez a sziget ez egy csapdát állított nekünk. Majd nehezen el tudtunk menekülni, majd jött a Durlák tornya alsó részeinek utolsó pár része, ugye 5 részes gyakorlatilag. Valamiszer 5 szintes ez a torony, lefele. Főfele meg 2 vagy 3, de azt ott láthattátok. Kultisták ellen egy győzelem, ugye ez már közel van a játék vége fele, majd a teljes 6. fejezet, ezt egy kicsit átírom, mert lehet félretető, ez a játék fő sztoriának a teljes 6. fejezete, még 7 sztoriból, vagy 7 fejezetből áll az egész játék, ha jól emlékszem. Zűrös végjáték felét már a végjáték előtt állunk, majd pedig legyőzzük a legvégén a Sarabokot, ugye a fő ellenséget, fő boss gyakorlatilag, mondhatnánk így. Egy eléggé tartalmas végigjátszás, amiben próbáltam arra törekedni megint, hogy teljes körül legyen a legtöbb helyszínt úgy behatárolva, hogy megtaláljátok a nektek tetsző küldetéseket, vagy megoldásokat, helyszíneket, karaktereket. Remélem tetszett nektek. Az egész végigjátszás is, meg ez a bemutató. Úgyhogy töretek, és további szép karácsonyi ünnepet kívánom mindenkinek.